Szeretettel köszöntöm a Magyar Hírlap stúdiójában német Alajost, az Artisius elnökét, illetve a Bikini Együttes alapító vezetőjét. A beszélgetésünk már csak azért is roppant aktuális, mert hamarosan, ha minden igaz, akkor az Artisiusnál vezetőség választás lesz. Kezdjük talán ott, amikor megválasztották, hiszen Hát voltak, voltak olyan hangok, hogy miért kellett ezt elvállalnia. Miért érezte úgy, hogy ezt érdemes elvállalni? Ezt a hangot együttől én mondtam. <laughs> Mert hát nem mondom, hogy kényszerítettek, de nagyon sokan támogatták a jelölésemet vezetői pozícióban, tehát elnöktek de mivel új volt a terület, ezért kicsit óckodva fogadtam el, mert ugye kicsit úgy érzi magát ilyenkor az ember, mint a gátőr a tanúban, hogy mit keresek én itt ebben az elképesztő dzsungelben, amit évtizedekig sem lehet megtanulni. Így aztán nagy nehezen azt mondtam, hogy elvállalom, és elég hamar beletanultam, ugyanis volt ezt megelőzően 12 év tanulási időm, amikor mi a szerzői véleményező bizottságban ezzel foglalkoztunk, az artisztus dolgaival, mi hol van, mit hogy kéne csinálni, hogy kéne megváltoztatni, és kaptunk rá lehetőséget, de nagyon nehezen. Szóval olyan nehezen mozogtak a fogaskerekek, hogy még a szerzők vezetősége, meg a szerzői véleményező bizottság is alig látott be az aktákba. Tehát De úgy volt, hogy az, az, az artisztusban kint az ajtót, és kérem, belenézek mindenben. Mindenben nem lehetett belenézni. Úgyhogy szép lassan megtanultuk, hogy mi hogy van meg a felosztási szabályzatot, a felosztási munkacsoportba való belépés, mert az a lelke az egésznek, hogy hogy osztjuk fel a pénzeket. Ugyanis félértés az Artisius egy pénzbehajtó cég. Be kell hajtani a szerzőknek a pénzeit, és felosztani az emberek között, akik jogosultak felvenni a pénzt. Na most ezt kellett megtanulni nagyon gyorsan, és azt, hogy hiába a művészek alakítják a közös jogkezelő, úgy néz ki, hogy a művészek kitalálják, hogy ők jogdíjat szeretnének, de kell csinálni egy munkacsoportot, aki viszont behajtja a jogdíjakat. Ezt meg kellett tanulni nekem is nagyon hamar, hogy a munkacsoport határozza meg minden hogy merre van az arra hogy érzi, mire tudott jutni, már csak azért itt is, mert ugye az elmúlt két évtizedben roppant bonyolultá vált ez a, az egész zene, meg, meg mindenféle ilyen jogdi felhasználás. Az internet önti, tele van legális, illegális fórumokkal, tehát nem véletlenül, hogy az előadók gyakran panaszkodnak, hogy hát tulajdonképpen hozzájuk szinte semmi nem jut el, mert eh, hát annyi illegális Hagyisza, letöltés hogy gyorsan és Az is, hogy gyorsan közben el fogom felejteni, mert ez a mondat, ez rögtön szöget ütött a fejembe, hogy mindenki panaszkodik, hogy nem jut el hozzá jogdíj. Valami tudni kell. Először is, hogy az artisztus is nemzetközi joghoz idomult, tehát nekünk az Európai Unió szabja meg a feltételeket, a határokat, hogy hogy kell ezt csinálni. Na most, Természetesen mindenki a legjobb zeneszerző a világon, és mindenki a legjobb dalt érje meg otthon, és csodálkozik, hogy nem jön érte a pénz. Volt most tagi értekezletünk, és valaki felállt, hogy ő miért nem kap jogdíjat. Hát, hogy ő de zeneszerző. Hát, de milyen zene, milyen munkát épít? Hát, otthon vannak a fiókomba a dalok. De milyen dalok vannak a fiókában? Hát, az még címe sincsen dalok. De azok mind olyan jók, hogy neki millió most kéne lenni. Ugyanis, ha megírsz egy dalt, annak utat kell csinálni ha nem termel az a dal pénzt, akkor nincs mit behajtani. Tehát ha az a nincs rádióban, nem szerepel koncerteken, nincs a televízióban, nincs internet nézettsége, akkor mit hajtasz be? Nem termelt pénzt. Csak azt tudja az artistus behajtani, ami pénzt termel. Tehát azok sírnak a leginkább, akik lusták elmenni a rádiókba, a televíziókba, koncertet csinálni, megszervezni és bemutatni a dalt. Inkább otthon megírja, ah, milyen jó vagyok, még én vagyok a legjobb. De ebből nem lesz semmi. Ezt el kell mondani mindenkinek és mindenáron, hogy vannak ö, emberek, akiknek van erre antennája, hogy hogy menedzselje magát, de egyébként segítek én nekik most is a tagértekezleten. Elmondtam, hogy oda kell menni, mozgatni kell a dal, be kell menni riportokra, és legalább a riport alatt játsszák le a dalt. Egyszer és ha már egyszer lejátszotta, a fingerprint program jelző, hogy ez már rádióban van, tehát létezik ilyen, és már kap ráosztást a dala. De ezt, ezt, nem sokan. Szóval, sajnos az enészek művészek, és 12-kor kell föl némelyik, majd 11 egy órakor, na innét már nehéz menedzselni a dalait. Rákényszerült, hogy ö, tudja menedzselni a dolgokat, a dalait, vagy pedig hát a, volt egy kis született érzéke hozzá? Ami, én nagyon uh, igazi zenész voltam, tehát az előbb említett mintapéldánya mint a példánya voltam a zenésznek. De amikor lányom született, akkor már nem lehettem zenész mint a példány, hanem azt a gyereket el kell tartani. És ettől a példától kezdve az egésznek a Alfáját, omegáját végig kellett tanulnom, hogy hogy lehet egy családot összetartani. Ugyanis, amikor a bikinit alapítottam, 1985-ben már a d nagyfér bikinit, mondjuk a Ferróról is érdemes beszélni, az 82-ben alakult a Ferróféle bikini, ott egy olyan futballmeccsünk volt a játszótéren, az alakulás napjaiban, hogy utána elmentünk a közérbe, vettünk tésztát, és nem volt mit beletenni a tésztába. Csak szólok, hogy a Nagy Ferú 15 ezer embert letérletetett a kis stadionba, és a állva című dalt énekelte, mi a Dinamitta, meg én a Minivel azelőtt rengeteg az a Tabánba 15 ezer ember előtt játszottunk, meg 20 ezerek előtt és nem volt annyi pénz a zsebünkben, mert ugye annak ide 450 forint volt egy gázsi, mondjuk ki, a jobb esetben már 750-800 forintot is kapta egy koncertért. Tehát a kis stadionban egy teltházat, kifizette neked az országos rendező iroda a 800 forintos gázért, a többit meg besöpörte a kultúrás minisztériumban. Tehát így néztünk mi ki a rendszerváltás előtt. Utána gondolkodni kellett, amikor a lánya megszeretett, hogy hogy lehet ezt piacra vinni. Csináltunk marha jó dolgokat, és akkor is vertük mi is a mellünket már a és hogy hú, ez a világ legjobb lemeze lesz. És tényleg az lett mert a mai napig az első húsz lemezben benne van a Hova lett a című nagyferó félelemezünk. Ugyanezt, amikor a Dénagyja folytattuk, megint előről kellett kezdeni. Képzelj el, képzel, hogy a Lányosi Közösségi Ház volt a klubunk. Ott próbáltunk lenni a pincébe, és vasárnaponként havonta egyszer kapnunk lehetőséget, hogy a nagyterembe koncertet adjunk. És ilyen múlttal Négy ember volt, mert a D már a Rossz frakcióban ezreknek játszott a Álva Pisile a Kakáó című dalt, ami közbotrány volt, mert pont október 23-án ment le a televízióban egy ilyen koncert kapcsán, és ott mindenkit kiraktak másnap emiatt, de ő is óriási sztár volt. És négy ember volt az első koncertünkön. Négy, mert a közönség nem érdekelődik, hogy ez most mi. Be kell bizonyítani. most az, hogy hogy bizonyított be, az be kell vinni a rádióba, el kell a szerkesztőkkel, hogy ez jó, kezdje játszani, videoklippet kell csinálni róla, bevinni a televízióba, de hogyan? Tehát ezek mind olyan ajtók, amiket be kell robbantani, mert senki előtt sincs kinyitva. És nekünk szerencsénk volt. Azért volt szerencsénk, mert olyan jó összeállítás volt, hogy igazából nem, a mi közönségünk egyből kiválasztott minket, és ez nem egy lögdösödő, tolakodó közönségben, tehát nem volt botrány a koncertjeinken. És ezt már tetszett eleve a hatalomnak akkor, és egy pár ajtót kinyitottak, és minden nap az orjában bent voltam a hungarotonban, a kiadónál, minden nap telefonáltam, szerveztem a koncerteket, mert a postára a plakátokkal, hát nem mondom, hogy olyan könnyű volt. Ha szóval mindig elindítani a legnehezebb, ha már beindult a szekér, akkor hívnak, csak menni kell, le kell játszani. De hát azért ugye akkor nem voltak még tömbök, mindenkinek kellett a név, személy, neve, stb. fejbe kellett tartani a koncert végén, ki kell töltenem egy ilyen listát, <laughs> hogy fölvegyük a gázikat, Szóval már marha nehéz volt, de hát megcsinált. Na, itt innét van az, hogy az ember megtanulja, hogy dolgozni kell azért, hogy egyről kettőre lépj. Mi a véleménye erről az úgynevezett azária jelenségről, ami sokakat meglepet, hogy jön egy tulajdonképpen nem, befut, nem igazán befutott zenész, és ö, háromszor megtölti a puskás stadion és közben ismert, közkedvelt zenészek, hát jóhajt, jóval kisebb, szerényebb koncertet tudnak vállalni. Igen. Itt van az, amikor az ifjúság dönt. Tehát az ifjúsági közeg, amit érse, itt a gimnazisták, a szakközépiskolások, de még a felsődagazatos iskolások is, kiszúrják maguknak, ami nekik tetszik. És ez általában hasonlít a TikTokon szereplő dalok, meg a Facebook pont szereplő standard dalokhoz, és hogyha valaki csinál egy ilyet, és beletalál szókincsében is, az ifjúsági nyelvezetbe, a lájkolásba, meg a, a, mobil használatba, meg ezekbe, és belekeveri a dalaiba, sokkal hamarabb eljut a fogyasztói réteghez, mert a fiatalság fogyaszt. Az kiveri az apjából, anyjából, hogy vegye meg neki. Még az idősebb már inkább a saját generációs zenéit hallgatja az idősebb zenekarokat. Most ez a, az Azaria jelenség is ott lett ilyen népszerű, hogy végül is latin zenét játszik, mert az dalainak a 80%-a a latin alap eredetű, nagyon gyors szövegvilágos ráolvasott skandáló szövegvilággal, amit tetszik, már a repből eleve átvett skandáló szövegvilág, és hát marha jó menedzsment van mögötte. Lássuk, hogy a mestermunkát végeztek, és végeznek is a mai napig, mert minden fórumon ott vannak és érdetik ezt a jelenséget. És ha valakiről ha azt mondják egyszer az erdőben, hogy a nyúl a legerősebb, akkor ott még a medve is megijed. Ezek szerint akkor önt nem irítálja? Nem. Nem, hát valaki ilyen ügyes, hogy meg tudja tölteni, és tényleg éneklik a dalait. Azért arra, hogy kíváncsi vagyok, hogy hány fogja énekelni a dalokat, hogy hol van ebben a marketing, meg a PR, és hol van az igazi népszerűség. Ez majd ki fog derülni a koncertek után, de hogy bele mert fogni három ekkora merítésbe, azért ez nagy bátorság kell. Gondolom, hogy már a menedzser egy mérték ezt a helyzetet fel, és nem <laughs> ő magától, hiszen még egyszer is elég e, komoly dolog megtölteni egy puskás stadion, nemhogy e, három. annak így az Omega LGT töltötte meg, és a Metro így van pontosan. A, ha már e, az Artisius-tól így a zene e, fele elindultunk, akkor tulajdonképpen a bikini e, alapvetően mai napig a 40 évvel ezelőtti számokra épül, e, Azaz egy generációt szolgál ki, közben azért azt is lehet látni, hogy ezek a számok a fiatalabb korosztályokat is elérik. Mennyire elégedett a nek a népszerűségével, a menedzselésével? Még a menedzsel. közönséggel vagyok maximálisan elégedett. Ugyanis ez egy, a véletlenek sorozata is egyben, mert a szülők ugye a kocsiban is hallgatták a bikinit. És a gyerek, ahogy cseperedett föl, és a hátsó ülésen, vagy félállomban, vagy akár ébren, hallgatta ezeket a dalokat. Tehát így már apáról, apáról fiúra szállt. Ez már egy generáció. De mi három generációt is megettünk, elfogyasztottunk. Tehát a legutolsó generáció, és csupa fiatal ember volt, akik jöttek velünk, mikrobuszokat béreltek, és jöttek a koncertekre, és csináltak a hangulatot, meg énekeltek. Tehát nem is nekem kellett megvenni mazsoletteket, meg akárki, vagy csináltak a hangulatot, nem jöttek a fiatalok. Meglepő volt, hogy 8-9 éves gyerek az egyik legnehezebb dolog szövegét is énekelt a világ végén, ami nagyon nehéz szöveg, egy gyönyörű, és a 8 éves, 9 éves gyerek teritorokból énekelte. Tehát értik az emberek, át is hangszereltem időközben, hogy ne legyen 80-as évek hangulata, a, megmarad a meg a szöveg miatt, de a hangszerelés az átemelte ebbe a korba. Tehát magáinak érzi az a fiatal, és aki megszokta már a modernebb hangszerelést. Milyen tervei vannak a bikinivel? Milyen terveink lehetnek, már az én koromban mondom, hogyha most elkezdenék tervezgetni, akkor vajon mit kéne nekem még elérni? ebben a 15 aranylemez, gyement és platina lemez után, 4000 lejátszott koncert után, és az előbb említett közönség áradat, miért akik a mai napig teltházat csinálnak nekünk mindenet. Én nekem az a tervem, illetve az lenne a tervünk, hogy maradjon minden így, ameddig lehet, és tartsunk szép pillanatokat, adjunk az embereknek örömet, ha eljönnek a koncertre, hogy menjenek haza, hogy föltöltöttek, nem kiürültek. De akkor ezek szerint a jövő évi turné is eh, készül. Nem volt még ilyen, hogy decemberben már 31 lekötött bulink legyen. 31 lekötött bulink van decemberben. Úgyhogy ez biztató, hogy a 60 előadásunk meg lesz jövőre is. És ha ez így megy, akkor addig csináljuk, amit a Dénagy Lajos szavaival a színpadon akar meghalni. Hát akkor... Várjuk ezt az eseményt, de csak vízből, mert Isten őrizzen, de minden esetre jól bírja a laja, sportol, nyomja, úgyhogy ezzel sincs baj. Visszatérve az Artisiushoz, a kettő, az együttes és az Artisius, mennyire megy együtt? Azért könnyű a válasz erre, mert az Artisius igazából nem okoz olyan nagy elfoglaltságot. Ezért említettem az el, hogy van munkacsoportunk a nagy gondolatokat kitalálja a vezetőség, a munkacsoport megkivitelezi. Most a kivitelezés mindig nehéz, mi nagyokat gondolni. <laughs> Ugye nagyokat bárki tud gondolni, fú, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, kéne csinálni, a munkacsoport elvégzi. Ezért nekünk gyakorlatilag havonta van két, maximum kettő vezetőségi ülés, ami eltart négy óráig, tehát ez nyolc óra elfoglaltság. És hát mellette néha jönnek a ülésen kívüli határozatok, a szocon pikpak, a számítógép előtt az ember visszaküldés aláírja. Tehát nem, nem terhel meg annyira a hivatban küldő gyűlés kétszer egy évben, egy tavasszal egy összel, az semmi terhel meg, az is négy óra alatt levez zavar volt. És vannak határozati javaslatok, ami előkészített gondolatok, az vagy megszavazza, vagy nem, ott hát már nem kell gondolkodni nagyon, mert egy vezetőség döntött a határozati javaslatról. Tehát ez megy könnyedén, a koncert is könnyedén megy, beülünk a buszba, végig nevetjük az utat oda-vissza, a koncertet meg jó szállízz, a jó hangulatban lejátszuk. a közönségük változatlanul ugye kitart önök mellett. E, igazából hozott valami pluszt önnek az, hogy a, elvállalta ezt a e, tehát nem anyagi értelembe feltétlenül, hanem hogy e, adott hozzá valamit a, a, ahhoz, hogy jobban megértse mi is működik, hogy is működik a háttér? Inkább azt adta, hogy olyan döntéseket hoztunk, ami a szerzői társadalom javát szolgálta. És e, tehát több jogdíjjal mennek haza a szerzők, ez nagyon fontos, és van a szociális bizottságunk, ami az Egyesületek életében nagyon ritka, hogy valaki ennyi pénzt tudja a szociális rászorultsági, illetve nyugdíj támogatás alapon kiosztani évente. Tehát ez is elég, elég komoly összeg a tagoknak, és ezért, hogy mi ezt fölemeltük, fölturboztunk ezeket az összegeket, és hogy a jogdíjaik is. Magasabbak, mint voltak, ez azt jelenti, hogy jól végeztük a dolgunkat, és hogyha ez valóban így van, és így szűrődött le mindenkinek, akkor még vissza is választhatnak talán. Mikor lesz ez a választás? Most zajlik éppen, ma, holnap, holnap után, és 18-en van eredményirdetés. Tehát akkor többet tudok. Na hát nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, a és remélem, meghívást. hogy a jövőre is még, mint az Artisius elnökét köszönhetjük, és beszélgethetünk a bikiniről is. Köszönöm.